Forog a propeller, indul a parlagfül légi felderítése ezzel a Navy által finanszírozott ultrakönnyű kis repülővel. 20 liter üzemanyagot fogyaszt, 130 km/órás sebességgel tud repülni, és másfél órát tölt a levegőben. Ezen a térképen jól látható, szerdán 3 kört tett meg a repülő a megye nyugati részén, csütörtökön pedig a keleti részeket vizsgálják meg parlagfűfertőzöttségi szempontból. Évek óta hagyomány, hogy nem csak szárazföldön, de légiúton, drónnal, helikopterrel vagy ezzel a kis repülővel is zajlik a felderítés a megyében. Így ugyanis a mezőgazdasági táblák közepét is látják a szakemberek. A hatékony felderítés érdekében évente 2-szer repülnek, augusztus elején és szeptember végén. Ez gyakorlatban úgy működik, hogy egy pilóta és egy szakember ül a gépben. A felszállást követően egy útvonalterv alapján repüljük azt a vonalat, ahol felderítés történik. A repülőgép szárnyán egy 4K-s kamera van föltéve, amely 3 másodpercenként fényképet készít a lerepült földterület fölött. Ezt követően ezeket a képeket mi letöltjük erről a gépről, koordinátával természetesen átadjuk a földhivatalnak, a földhivatal munkatársai a felvett területeket beméri, jegyzőkönyvezi, azt követően egy parlagfű információs rendszerben átadja a növény- és talajvédelmi osztálynak, amely alapján az eljárást elindítjuk a gazdálkodókkal szemben. A légi felderítéssel nem csak a parlagfűves területeket látják a szakemberek, más gyomosság, vetési hiba is előkerülhet, de jól látható az elmúlt 50 év legsúlyosabb aszálya okozta kár is. Ez rendkívül súlyosan érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, így viszont a parlagfű növekedése is kisebb mértékű volt a térségben. A területek borítottsága a korábbi évek 20-25%-át teszi ki, vagyis idén jelentősen kisebb a parlagfű fertőzöttség, mint a korábbi években. Ehhez azonban nem csak az aszály járult hozzá. A gazdákban is azért az elmúlt években tudatosodott az, hogy a parlagfű fertőzöttség, az humán egészségügyi, agrotechnikai, illetve gazdálkodási problémákat okoz. Tehát azt látjuk, hogy van egy felelős gazdálkodás a termőföldek tulajdonosai részéről, illetve el kell mondani azt, hogy a tavaszi gyomirtós védekezés az eredményes volt, és hát ugye már látjuk azt, hogy a földek jelentős részén betakarításra került a termény, a betakarított területeken viszont eredményesen el kell végezni a tarlóhántást a parlagfű elleni védekezésnek a minél sikeresebb megvalósítása érdekében. A szárazföldi felderítés már korábban elkezdődött, így júliusban 14,5 hektár területet vizsgáltak át, és 11 gazdálkodót szólítottak fel a mentesítés elvégzésére, akik ennek eleget is tettek. Így sem közérdekű védekezést, sem növényvédelmi bírságot nem kellett kiszabni. Augusztus első hetében viszont már 18 hektárt érintően 5 ingatlan tulajdonossal szemben rendelték el a közérdekű védekezést. Itt már a szankcióktól sem lehet eltekinteni. A bírság 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet a terület nagyságától függően. Az igazgató ugyanakkor azt is hozzátette, a cél nem a bírságolás, hanem a megelőzés lenne.